Nagybőjt fényei címmel nyílt verskiállítás a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban Nyíregyházán. A költő Lőkös Angéla verseivel ismerkedhetnek meg az érdeklődők, aki a Nagybőjt kezdetén mutatta be az elmúlt több mint 10 év 48 válogatott versét. A tárlat tematikája között az útkeresés és a hálaadás is szerepet kapott. Minden korosztálynak ajánlom, és érdekessége még a kiállításnak, hogy nem hagyományos értelemben vett vallásos versek is találhatók benne, hanem a természet szépségei, a teremtett világ szépségeinek a megfogalmazása is megvan benne, de jó alkalomnak éreztem ezt a Nagybőjt kezdetét, illetve ezt az időszakot arra, hogy megmutassam ezeket a verseket, és megismerjék egy kicsit tágabb körben, illetve szélesebb körben őket, mivel még kötetben eddig nem jelentek meg, és meg szerettem volna mutatni mindenképpen őket. Lőkös Angéla 1998-tól foglalkozik versírással, többek között Sóstóhegyen és Oroson is olvashatták már műveit korábbi kiállításain. A megnyitón Szováti Tamás orosi plébános köszöntötte a vendégeket és osztotta meg Nagybőjt indító gondolatait, mindezt a tárlattal párhuzamba állítva. A Nagybőjt igazából egy lépcső és fölkészítés ahhoz a nagy ünnephez, ami az év legnagyobb ünnepe keresztény egyházunkban, amit husvétnak nevezünk. Úgy szoktam ezt mondani a híveknek, hogy a Nagybőjt legalább olyan fontos annak a 40 napnak a megélése, mint elérkezni a husvéti időhöz, és aztán azon tovább lépegetni. Úgy gondolom, hogy ezt más szempontból is meg lehet úgy érteni, hogy valamire készülni, valamire lelkileg felerősödni, az olyan fontos, mint a célhoz megérkezni, és tulajdonképpen beteljesedni. Tehát maga a Nagybőjtnek az időszaka arra képesíti az embert, hogy egy kicsit túlmenjen, túllépjen magán, önmagán. A kiállítás március 8-áig a könyvtár nyitvatartási ideje alatt látogatható a harmadik emeleti társalgóban.